mindig volt underground, az el nem fogadott kísérletek múzeuma, vagy lehetősége. Nem tudom, hogy nevezzem meg, nem tudom megnevezni. Mindig lesz, és mindig volt. Ez a Dadabánya Fesztivál, ez marha jó, mert küldetést visz véghez olyan értelemben, hogy olyan zenekaroknak ad megnyilatkozási lehetőséget, akik tényleg az igazi, szó szerint vett underground vonalon nyomulnak. Ez egy terep valószínűleg arra, hogy felelevenítsék és újra egy közösséget építsenek, ahogy mostanában divatos mondani. Nagyon jó ez a közeg, amiben vagyunk egyébként, tényleg a US játszint VT-t látni, ahogy ütik a hordót, és közben itt vannak ezek az ilyen industriális szobrok, meg bányakészülékek, tehát eddig megtalálta szerintem a helyét. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez a Suncheck átment koncertbe. De hát nem baj. A színpadon a rendkívül tapasztalt ecseteket láthatják és hallhatják. Ha igaz a mondás, hogy a környezet nevel, akkor az ipari skanzenben az első Dadabánya Fesztivál a maga mindenkori underground felfogásával egyszerűen kimozdított a hétköznapokból. A zenészek között tekergette a testét az egyébként női szemmel is dögös fotóművész, az újságírót kérdezte a pszichológus, az író pedig feltételezte, hogy azért kérdez a riporter, mert lila gőze sincs a műfajról, és tulajdonképpen azért jött, hogy megtudja. Hát fogalmatok sincs. Azt várjuk tőled, hogy te elmondjam. Hát ha veszünk, mert sincs, hogy elmondjam. De miért? Megmondom miért, ez egy titokzatos dolog. Azért. Szóljatok, ha elkezdhetjük. Na, szóval azt kérdezed, hogy az underground az irodalomban mit jelent? A következőről van szó. A 60-as évek végén megjelent egy olyan kulturális kategória, hogy underground. Az underground a hivatalos irodalommal, zenével, minden hivatalos művészeti ágazattal szemben képviselt egy olyat, amelyik nem volt hivatalos. Egyáltalán nem szerették, nem adtak hozzá pénzt, meg mit tudom, nem szerették. Nem volt kiállítóterme, nem volt semmi egyéb, nem voltak könyvei, nem voltak kiadói, nem voltak boltjai. Hát az volt az underground. És utána egy idő elteltével ezek a dolgok elkezdtek olyanná válni, hogy az underground volt a csodás, mert csak azt szeretjük, ami hivatalos, az establishment, meg minden azt elküldjük a fenébe, mert az nem jó. Tehát a hivatalos irodalom, képzőművészet, zene az nem, nekünk az underground kell. Na, így az underground egy idő után bevonult az elfogadott művészetek sorába. Beszéljünk arról, hogy hogyan a verses köteted. Köszönöm szépen, készen van. Az elmúlt évtizedekben írt költeményeimből válogattam, és megvallom őszintén, nem volt könnyű. Én ezt elképzeltem, hogy szép volt, de jó verseket összerakjuk. Hát olyan, mint a gyerekeidet. No, ez jó gyerek, ez nem jó, ezt beválogatjuk. Nem volt könnyű, de megvan. Megcsináltam. Amikor így több évtizedet visszamenőleg újra fésülsz, akkor van olyan, amire azt mondod, most szinte benne volt az előző válaszodban, hogy mind kedves, de volt olyan, amire azt mondod, hogy hű, ez olyan, mintha most írtam volna? Vagy rácsodálkoztál, hogy hű, ez belőlem jött ki az én tollamból? Volt. Mind a kettőre volt példa. Hát volt olyan, amit hát kicsit kétséggel fogadtam, hogy ez biztos, és volt olyan, hogy hú, de milyen jó még most is. Tehát nem, hogy magamat dicsérgessem itt, vagy az egy másik ember ám már, aki akkor írta azokat a dolgokat, tehát ez meglepett engemet is, amikor válogatni kellett, hogy
1969-ben, meg 75-ben miket írkálta, és hát ezek most is élnek, működnek, olyan, mint a falevél, évről évre kihajt. Van, ami elszárad, elfárad, és nem kell. De ezek között volt egy csomó olyan, amelyik nagyon fontos dologként megjelent újra, és azt mondta, hogy mit szólsz? Ilyen voltál fiatal korodban, most elfogadtam. Jó volt. A rendezvény művészeti fesztivál voltát erősítette az élő festés, de a zenén túl az irodalmi beszélgetések során a műfaj prózai szereplői is szót kaptak. Nagyon úgy érzem, hogy nagyon jól sikerül a dolog, tehát hogy kiváló a hangulat, remek fellépőink vannak, festőművészek is, írók is, mindenki nagyon jó hangulatot teremt. Hogy állt össze a program, hogyan lett ez fesztivál? Hát az alapgondolat viszonylag könnyen összeállt, az gyakorlatilag egy perc alatt meg volt, hogy kéne egy ilyet csinálni, és akkor itt szépen hozzáalakult a többi, de a váz az a fejembe volt az elejétől kezdve. Hát kezdte a Juhász Jácint BT, utána a Dr. Kondor, azután a Flagship Juice, most pedig az új látásmód fúzió játszik, ezután következnek a tapasztalt ecsetek, és zárásképp pedig F. Zambó Happy Dead Band lesz. Ők stílusban hogyan követik egymást? Szeretetek volna mindent megmutatni ebben a műfajban? Nem, eredetileg sokkal szigorúbb lett volna, tehát inkább ipari fesztivál lett volna. Aztán ahogy alakult, hogy azért emészhető is legyen, és a program felépítése nagyjából a durvától a könnyedebbig megy, tehát ugye a Juhász Jácint BT kemény ipari zenét játszik, és az F. Zambó pedig inkább alternatív tánczenét, ha nevezhetjük ennek. Pszichokinetikus ipari és mezőgazdasági tánczenét játszik a Dadabánya Fesztivál egyik fellépője, a debreceni Juhász Jácint BT, akik Jancsó Miklós filmjében is feltűntek. Most már 26 éve működő formáció Debrecenben, a Juhász Jácint BT, akkor alakultunk. Nincs pontos ismeretünk az alakulás körülményeiről, mert egyetlen alapító tagunk, aki még mind a mai napig azóta benne van a zenekarban, amikor megalakultunk, ő kicsit feledékeny. Hát mit kell tudni erről a formációról? Arra azt kell tudni, hogy elég jelentős változásokon ment át az elmúlt évtizedekben, ami a taglétszámot, meg a tagok felállását illeti. Zeneileg azért mind a mai napig maradtunk azon az underground vonalon, amit akkor elkezdtünk 28 évvel ezelőtt. Ipari zene tekintetében pedig hát külön megfejtések nincsenek erre a dologra. Nyilván rengeteg vasat felhasználunk, különböző háztartási eszközöket, tehát e tekintetben iparinak tekinthető. Ez mindig szembe ment a aktuális áramlatokkal az, amit mi csináltunk. Nem egy tudatos választás volt, mi nekünk belülről fakadó dolog ez hogy ilyen muzsikát játszunk, mint amilyet játszunk. Nagyobb rálátásotok van, mint nekünk az Underground Fesztiválokra, hiszen ez itt Tatabányán az első ilyen próbálkozás. Hogy látod? Jó úton haladunk? Ez zseniális, ez marha jó ez a fesztivál. Egyre inkább, hát nyilván azt tudni kell a fesztiválok történetéről, de hát hogyha most a Szigettől kezdve bármelyik fesztivált vesztem alapból, akkor nyilván az egész onnan indult, hogy az underground zenekaroknak adott megnyilatkozási lehetőséget. Aztán ez az szépen lassan az idő folyamán átalakult, és most már mindenki bejut kivéve az underground zenekarokat, amivel nincs is nyilván probléma olyan értelemben, hogy piacgazdaság van, tehát hogy nyilván ezek átalakulnak a fesztiválok is, tehát annak idején, nem tudom, a Kisgrofó, hogyha megjelent volna egy fesztivál színpadán, akkor a tarajos pankok azok elüldözik, manapság pedig már a tarajos pankok szorulnak ki egy ilyen fesztiválra, tehát nyilván ezek változnak ezek a dolgok. Ez a Dadabánya Fesztivál, ez marha jó, mert küldetést visz véghez olyan értelemben, hogy olyan zenekaroknak ad megnyilatkozási lehetőséget, akik tényleg az igazi szó szerint vett underground vonalon nyomulnak. Az underground az valahol mégiscsak attól underground, hogy semmiféle külső tényező, körülmény nem
befolyásolja, nem befolyásolja a pénz, nem befolyásolják feltételek, nem befolyásolják menedzserek akaratai, PR szakemberek elgondolásai, stb. Ösztönösen belülről fakad, és ami a csövön kifér, és tényleg amit úgy gondolsz, hogy kiférjen a csövön, az fér ki a csövön, tehát hogy valahol ez az underground. Pénzügyi alapon ebbe, vagy ilyen értelemben nem szabad ebbe soha nem gondolkodni, tehát hogy ez arról szól, hogy szereted, imádod, csinálod, és nyomod, tehát hogy ez nem egy rentábilis történet, sőt, még inkább költesz rá bizonyos értelemben, hogy ezt csinálhassd, és ezért őszinte az egész. Oké, hogy te is ányadtatott, és a sorsod téged is hátrahagyott, de mással te is vagy máshogy látod, hiába át is a szádat látod, mit átszott, talán meghívottál, szaladjál gyorsan a zöld lámpánál. Nekem leginkább ilyen szabadságot jelent ez a széna, tehát van egy olyan érzésem, hogy ezek az emberek, akik ilyen koncertekre járnak, azok meghallgatják igazából azt is, ami úgy, tehát szigorúan zeneileg nézzük, akkor eléggé más gyökerekből táplálkozik, viszont az érzete, a hangulata, meg az, hogy tulajdonképpen megtehetsz bármit, szerintem talán ez köti leginkább össze ezt a világot. Szerintem mi valahol félúton így a zaj, rock és a dream pop között helyezkedünk el, Flexible Juice-zal. Ezek igazából ilyen számokon keresztül is szerintem eléggé sokat változnak, így van amikor nálunk is megtörténik a káosz, de vannak szerintem egészen táncolható számaink, amik inkább csak azt akarják, hogy az emberek jól érezzék magukat rajta, és egy kicsit így meglötyögtessék magukat. Ha valaki írt már kötelező szabályok szerint, muszáj adatokkal, kell témákban, mert most ez a fontos aktualitása, értékeli a szabadságot, akár olvasóként is. És a hajnal fény, sem hoz már változást, csak bámul, a létát újra elterül. Akkor, amikor én hivatalnokként kommunikációval foglalkoztam, akkor én már így magamban búcsút mondtam annak, hogy valaha is írni fogok, mint egy műalkotást létrehozni. Egy picit távolinak tűnt, picit reménytelennek, és valahogy mégis egy isteni kegyelem által eljött egy olyan pillanat, amikor újra átéreztem azt az önfelismerés, a ráismerés örömét, ami segített abba, hogy megszabaduljak azoktól a ballasztoktól, amit egyfelől ugye a hivatali kommunikáció írása, amit az újságírás jelent, és akikkel beszéltem, és akiknek a véleménye sokat számít nekem, mindenki egyébként, de az övéké kiemelten, mindazon csodálkoztak, hogy mindezektől a stílusjegyektől, mindezektől a fordulatoktól, mindazoktól a jelzőktől meg tudtam szabadulni, ahol egyébként az előző hivatásoknál, foglalkozásoknál azok követelmények voltak. És valahogy vissza tudtam térni az irodalmi szöveghez, mint ahogy korábban 30 éve is műveltem. Az akkori írásaidat visszaolvasva, mit gondolsz? Egész más írok. Megváltozott a világ, megváltozott a világ megközelítésének módja, és ez ugye a szövegekben is realizálódik, tehát másként kell írni, gyorsabb a világ, másként kell látni a dolgokat természetesen, hiszen a változás az követelmény minden ember életében, hogy tudjon hozzá igazodni. Talán ez a legfőbb követelmény. Mi dolgozol most? Hát most, ha nem hangzik nagyképűen, akkor egy regényen dolgozom, mellesleg amikor van egy kis időm, a regénytől el tudok szakadni, ha van egy olyan pillanat, akkor verseket is írok, miközben szívesen foglalkozom kisebb eszékkel. Talán így mondhatnám, hogy szívesen ismerek meg műveket, és szívesen próbálom megfogalmazni azt, hogy mit jelentenek azok a művek nekem.
tulajdonképpen az ember egyébként, amikor ír, akkor mindig rácsodálkodik kicsit magára, hogy vajon muszáj ezt csinálni? És végül is aztán a konklúzió az lesz, hogy igen, persze, muszáj. Az írás az egy olyan belső kényszer, amit talán a kívülállók nem értenek meg. Azt lehet remélni, hogy majd a művekből megértik, hogy miért történik ez az erőfeszítés, de hát végül is igazából mindenki magának ír, és a talál olvasót, akár egyet, kettőt, hármat, százat, tízezret, százezret, az már egy nagy öröm és egy plusz ajándék. A Dadabánya közönsége határozott elképzelésekkel érkezett, mindent akart látni és hallani, ami nem a megszokott, és semmiképpen nem kötelező. Így aztán szó volt Sanzon bizottságról, a közönség reakcióit megfigyelő beépített emberekről, a nem értelmiségi, hanem értelmes publikumról és zenészekről, underground módra, magához ragadva a mikrofont. Én sok mindenre emlékszem az underground-dal kapcsolatban. Többek között azért, mert Budapesten éltem, és igazán különleges emberekkel tudtam akkor találkozni, amikor ezt a műfajt megismertem, fiatal művészek klubjában. Neveket mondok, például a Kex együttes, a Rossz frakció, Müller Péter, Sziámi. Nagyon izgalmas dolgokat csináltak, adtak elő. Egy kicsit más volt természetesen, mint ami a tűrt kategóriába tartozott. Nagyon ellenőrzött volt mindig ez a műfaj. Volt egy úgynevezett Sanzon bizottság, aki Sanzon bizottság megszűrte ezeket a számokat. És aztán erre emlékszem, hogy volt egyszer egy citromzenekar a Kimit Tudban, akik élőadásban, mert ott szavazni kellett, közönség tapsolt és értékelték őket, képesek voltak megfordítani az egész zenei műfajt, ugyanis a Rossz frakcióból ismert Citrom együttesben játszó fiú, akkor elénekelte azt a sort, hogy Hello baby, nem vagy már a régi, majd folytatta, ülve pisálok, állva kakálok, tisztesség dolgában elég szarul állok. Na most ezt nem tudta lekeverni a magyar televízió, ezzel hangzott, és akkor valami történt, azt gondolom, az alternatív műfajban. Én már kitaláltam, hogy mit fogok mondani, Júli, sajnos, úgyhogy én most nem azt fogom elmondani, amit kérdeztél, hanem amit elterveztem. Nagyon rugalmas a riportalanyom, úgyhogy átadom neki. Igazából azért én már nagyon régóta készültem erre a programra, mert nagyon örültem neki, hogy valami olyan lesz itt. Nem is érdekelt, hogy egész pontosan mi, ami nem olyan általános és nem olyan megszokott. Ugye, mert nézzük a televíziót, hallgatjuk a rádiót, megyünk fesztiválokra, mindenhova. És mindenhol azt látjuk, hogy a sztárok vannak ott, és sztárok lépnek fel, és celebek vannak, és őket mindenki ismeri, és én azokra vagyok kíváncsi, akik egyébként alkotnak, és lehet, hogy nehezebben érthető, amit alkotnak, de értékeset csinálnak, izgalmasat csinálnak, újat csinálnak, modernet csinálnak, tehát, hogy ez az, ami engem idehozott, és mikor megláttam, hogy lesz egy ilyen program, akkor én tudtam, hogy eljövök, és azt is tudtam, hogy a pöttyös ruhás Falus Julival itt fogunk találkozni. Köszönjük szépen a lehetőséget! Hát még mi, hogy köszönjük a lehetőséget, mert a sajtómunkás ritkán kap ilyesmit. Angyalok vagytok, gyerekek, angyalok vagytok! Nagy hagyományai vannak a Vaszari János általános iskolában a színjátszásnak, az intézményben 18 éve működik az erre specifikus szakkör. A program vezetői évről évre igyekeznek a diákok érdeklődésére számottartó, népszerű vagy épp teljesen új darabokat felkutatni. A tanév során rengeteget próbálnak és gyakorolnak, még színpadra állított előadásukat bemutatják a nagy közönségnek. Idén sem volt ez másként. Eddig általában olyan darabokat tanultunk be a gyerekeknek,
gyerekekkel, amely darabok eléggé közismertek. A fővárosi színházak mindegyike játszotta a Padlástól a Dzsungel könyvéig, a valahol Európától kezdve. Szóval olyan műzikeleket, amelyeket általában a gyerekek jó részt ismernek. És valamikor tavaly augusztusban találkoztam egy könyvesboltnak a kirakatába Pesten ezzel a szövegkönyvvel, hát az ember ugye belenéz a szövegkönyvbe, hogy mi az, ami benne van, megfogott a címe, és úgy gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogy mi ez. Gyerekeknek tetszett, elolvastuk nekik, hát egy mese musical, ugye a Mumus, és minden részen, minden oldalon oda van írva, hogy zene. Hát nem kaptam meg ugye a zenéjét, és hát felvette kolléganőm Harsai Adrien tanárnő a kapcsolatot Bornai Tibor zeneszerzővel, és megpróbáltuk elkérni tőle, hogy hát ha a zenei anyagot meg tudjuk szerezni. Hát megköszöntük természetesen, és hát az énekanyagokat meg is kaptuk tőlük, úgyhogy az összes többi, tehát kénytelen voltam a porosodó tehetségemet egy kicsikét leszedni, és a hangszerelést azt én véghez vinni, de mindegy, hát bízunk benne, hogy azért a közönségnek is tetszett ezzel a hangszereléssel az énekanyag, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor az a téma, ami ebben a mese musicalben benne foglaltatik, hogy azokat a mese szereplőket is szeressük meg, akikkel eddig a szülők általában ijeszgették a gyerekeket, azok próbáljanak most úgy életre kelni, hogy azok az embereknek és főleg a gyerekeknek segítenek. Van közöttünk olyan szereplő, már a gyerekek között, akik a tavalyi év során már szerepeltek, de a nagy részük teljesen új. És hát különösen a kis mumusaink, az ötödikesek, hát nekik nagyon tetszett ez a történet, ugye ők még a mesevilághoz jóval közelebb állnak, de hát a nagyobb szereplőink, nyolcadikosok, hetedikesek, ők is nagyon szívesen fogadták ezt a történetet. Mi ez az a gyerekek? Késő van ilyenkor, már rég aludnotok kéne. Ennyi, hát nem hallottátok? Csönd legyen már végre. Nézze meg az embert. Egy szót se halljak többet. Betakarozni és alvás. Ha nem maradtok csendben, elvisz a mumus. Nem tudnál tőle aludni. Miért? Olyan rettenetes? Még annál is szörnyű. Félelmetesebb, mint a gázóra leolvasó. Ez lehet. Az nem lehet. Pedig így van. Azért mesélj róla. Nézd, Marci még ébren van és rémálmai lesznek. Én már alszom, semmit sem hallok. Na jó, gyere, ha annyira akarod. Ha sötét van, de te nem alszol, mert a szív egy nyugtalan, egy koppanás, egy recsenés, te tudhatod biztosan, hogy egy mumus a közelbe van, a közelbe van. A szemfoga, tudod akkora, mint egy lokedli szaggató, a cipője az meg olyan nagy, hogy az fel sem fogható. Mint egy csónak? Ugyan már, ha jó. Leszkedünk és rettegünk, ó, mumusok nyárai.
De ugye ilyen igazából nem létezik. Nem tudom. Néha olyan furcsa zajokat hallani éjszaka, mintha léptek volnának. Meg gyanús kaparászások. A Mumus című darabot Pécsett és Miskolcon is nagy sikerrel mutatták be korábban, a szerzője Rákos Péter, aki humoros és szerethető történetet írt a Retteget mesefigura köré. A történet legfontosabb tanítása, hogy mindig attól félünk, amit nem ismerünk, jelen esetben a Mumustól, aki most mégis a jót képviseli. A darab megszokottól eltérő szemlélete a diákokat is megragadta. Én egy mumus vagyok, egy viccesebb mumus, és a szerepe igazából annyi, hogy egy kicsit viccesebbé tegyük a darabot. Nekem nagyon tetszett, mivel nem az a komoly darab, és így viccelődni is lehetett. Nekem ez egy élmény marad örökre, hogy itt voltam. Na nézd! Itt azt írják, hogy egy müncheni rendőr konyha kertjében 45 kilósan nőnek az uborkák. Valóban? És a paradicsomai is akkorák, mint egy futballlabda. Mondd, fiam, te minden kacsának így bedőlsz. Ez nem kacsa, itt vannak a fényképek. Látod, ez a fejes saláta is akkora, hogy nem fér be az ajtón. Biztosan telenyomták valamilyen hormonnal. Nem, nem. Azt írják, a müncheni kertész nem használ semmiféle vegyszert vagy műtrágyát. A titka egészen más természetű, ő ugyanis beszélget a növényeivel. Na, ehhez mit szólsz? Lehet, hogy nekem is ki kéne próbálnom. Talán akkor nem lennének olyan satnyák a kertben a zöldségeim. De végül is semmibe se kerül. Ugyan, fiam, mi közös témátok lehet egy karfiollal? Tudom is én, talán együtt szídnánk a bogarakat, vagy egy kis tápoldat mellett elbeszélgetnénk a formás bibékről. Ah, igaz is? Meg kell néznem, nem tettek árt a palántákban a tegnap esti vihar? Elmin, oda néz. Na hát, ezt meg mi lehetett? Bekapcsolom. Ott maradsz? Pár napja, mintha valamilyen gonosz magó bújt volna a tárgyunkba, esküszöm. Anya! Apa! Ott volt éjszaka. Láttuk. Be akart jönni az ablakon. Majdnem elvitt bennünket. Aztán egész éjjel fönnyelkált a padláson. Hallottuk a lépteit. Lehet, hogy még most is ott van. Micsoda? A mumus! Miféle mumus? Hát, a mumus, amiről apu azt mondta, elvisz, ha nem maradunk csendben. Mit mondtál te a gyerekeknek el? Hehe, én semmit csak tudod, de hát drága jó nagymama. Ne szólj egy szót se! Micsoda! Ózsdi dolog ilyen rémségekkel ijesztegetni a kicsiket. Szép kis nevelés, mondhatom. De még igazából láttuk a mumus. Komolyan, ilyen nagy volt és külön. És a szeme világított a sötétben. Az én hibám, higgyétek el! Azt hittem, ti az ilyen csacsiságot már nem veszitek komolyan. Mikor én voltam gyerek, ezt a mumus padló néha nyikorog, ezt én is jól tudom, és csöpöghet egy csap, de bátran állítom, hogy mumusok nincsenek ma már. Aki még fél, az mind szamár. Mumusok nincsenek ma már, sehol. Modern felfogás, tiszta víz és semmi más, amely mindent jól megér. Mindent jól megér. De csak néhány szép, na jó, aláírom, a hűtőszekrény zúg, de bátran állítom, mumusok nincsenek ma már. Gyerekek, képzelő
nincsenek ma már. Gyerekek, képzelődni kár, ritmusok nincsenek ma már. Nincsenek ma már, gyerekek, te jó ég, mindjárt 7:30. De azért jóval oldottabb hangulat volt, mint az órákon. Nagyon jó társaság egyébként ez a szakkör. El lehetett oldódni, és így jobban is lehetett csinálni a darabot készülnire. Én nem mumus vagyok. Hát én 3 gyereknek vagyok a bátortalan apja, rettegek a feleségemtől, reméljük ez nem fog bekövetkezni a való életbe, és igazából lehetett választani a szerepek közül, és azért választottam ezt, mert ahogy beleolvastam, láttam, hogy hát rajtam azért nevetni fognak, és ez engem mindig felold. El tudok merülni a szerepemben, és improvizálni is lehet ebben abszolút. Jaj, sorry, nem mondtam. Vége van, mindennek vége van. Jaj, nekünk, mit tegyünk? Oda az öröm, oda a vidámság. Jaj, de különös, benne lét rá esküdni, hogy valami zajt hallottam. Hát ez meg micsoda? Most légy okos, hébekó. Remélem nem harap. Olyan, mint valami óriás kígyó. Hé, menj innen! Nem hallod? Már csak te hiányoztál ide. Nincsen erre semmi keresni való. Indulás! Hát ez teljesen süket. Persze az is lehet, hogy alszik. Ébresztő! Jaj, Svetozár király trónjára és a zöld ajtó kulcsára. Ott valami megmozdult. Gyorsan, gyorsan, hát ha még nem vett észre. De fura, megmernék rá esküdni, hogy valahol már láttam ezt az alagot. Jó lenne tudni, vajon veszedelmes-e. Minden esetre nem látszik nagyon annak, ahogy ott reszket. Mi lenne, ha megszólítanám? Hé, kibújkál ott! Hol? Ott szemben! Itt nincs senki! Dehogy nem! Látom a zöld bundádat, ahogy jobbról is, balról is kilóg. Tudtam, hogy sok lesz reggelire ez a 3 málna torta. Tessék, most itt az eredménye! Ó, amit látsz, az csak zöld moha, ami belepi a kövek oldalát. Engem nem csapsz be? Láttalak, amikor odabújtál. Igen, mert nagyon megijedtem tőled. Tőlem? Hiszen nincs is rajtam semmi félelmetes. Mi az a szörnyű ott a fejeden? Most mit, levegyem? Nagyon hálás volnék. Köszönöm, így már sokkal jobb. És mondd csak, hogy hívnak? Hébehó, és téged? Lina. Mondd csak, Lina, te miféle szerzet vagy? Mi lennék? Kislány. Úgy érted, ember kislány? Igen, csak nem félsz tőlem. Nem árt az óvatosság. Mi a kedvenc ételed? A parfétorta. Jó is az. Akarom mondani, sosem szoktál házakat és kerítéseket vacsorázni? Soha. És ez a szörnyetek? Miféle szörnyetek? Hát ez itt. Az a baklanom. Tudod, az egész dolog úgy történt, hogy nagyon féltem egyedül a szobámban, és bebújtam a paplan alá. Aztán úgy éreztem, mint valami nagy, puha alagútban lennék, aminek nem is látni a végét. Elkezdtem lefelé mászni, másztam, és arra gondoltam, milyen jó volna, hogyha a paplan túloldalán egy olyan helyre jutnék, ahol minden, de miért minden kérdésemre választhatok. Miféle kérdésre? Hogy miért ijesztegeti a mumus a gyerekeket? A mumus ijesztegeti a gyerekeket? Itt valami óriási félreértés lehet, hallod-e? De ezt honnan tudod? Mert én is mumus vagyok. Oh,
én 3 éve járok erre a színjátszó szakkörre, és mindig is szerettem ezt a színészkedést, úgyhogy ezért is tetszett meg, és hát akkor ezért mentem. Nekem nagyon tetszett ez a darab, már az elején nagyon megfogott. Az én szerepem az különösen tetszik, mert szeretek hát így hangosan beszélni mindenkivel, úgyhogy ez így hozzám illő volt. És én vagyok a legidősebb közülük, úgyhogy így nyilvánvalóan én lettem így az anyukájuk. Az elején kicsit még izgultam, hát nagyon, de utána úgy elengedtem magam, és utána már jobban éreztem így magam. Sokkal választékosabban beszélek, és így talpra esettebbnek érzem magam, hogy járok erre a szakkörre. Sajnos főzelék, a lecsó és a lángos. Csak nem hagyod a zsáknak. No, azt már nem. Az csak egy kis lekvár. Abból talán még. Ki az? Én, Hibeho. Mi az? Már megint elromlott valami a tévés videóban? Nem, most nem azért jöttem. Vendéget hoztam. Kerüljetek bele! Hát ez meg kicsoda? Ő itt Lina, Emberországból érkezett. De hiszen ő egy kislány! Ne olyan hangosan! Micsoda? Kislány? Kábetűs kislány? És még nincsen ebben dönnek? Nyam, micsoda? Gyorsan, egy takaró! Itt nincs semmiféle kislány. Nem tudom, ki beszélt itt kislányról. Mondd csak, Hibeho, hogy került ő ide? Valami varázslat folytán. Otthon bebújt a paplányom rá, és itt nálunk Munkországban mászott ki a másik végén. Ez nagyon furcsa. Azám, és épp hogy most, amikor ilyen nagy baj szakadt a nyakunkba, talán ez jelenthet valami. Én is arra gondoltam, azért jött, hogy megmentsen minket.
Szó se róla. Ezt verd ki a fejedből. Hidd el, én nem tudlak benneteket megmenteni. Mondd csak, Nina, te már jársz iskolába? Igen, felsős vagyok. És nincs valami olyan tantárgy, hogy mumusok megszabadítása egy falánkzsáktól? Még csak hasonló se. Pedig, ha nem segítesz, mi többé már nem ehetünk lekváros kenyeret. És az emberek? Elgondolni is szörnyű. Elromlik minden autó, kiukad minden nadrág, eltörik minden csésze, ha a mumusok nem jutnak át. Nagyon sajnálom. És ez még mind semmi. Ma éjjel az L, és holnap egy újabb betű. Mi is következik az erre, Böhöm? Várj, hadd gondolkozzam. A B! Nem. A C! Az ötökben is nem jut az eszembe. Lina, te nem tudod az ABC-t? Megpróbálom elmondani. Köszönöm, Celofán. Nagyszerű.
És ne felejtjétek, ő felsége áruhában van. Amikor elment, piros kertésznadrágot viselt, sárga szalmak alapol a fején. Megjegyeztétek? Sárga kertésznadrág, piros szalmak alap. Nem, te tök fej. Piros kertésznadrág és sárga szalmak alap. Jó, rendben van. Gyere, menjünk, minden perc drága. Van még, és Lina? Tényleg, Lina. Elaludt. Akkor óvatosan, hogy fel ne ébresz. A szakkör szeptembertől indul, szeptemberben szereposztás, mindenki kiválasztja, ami szerinte legközelebb áll hozzá. Tehát nem adunk szerepet, hanem választhatnak. Elolvasuk, kiválasztják, tetszik nekik, és utána indul az érdemi munka, olvasó próbákkal, tehát ahogy a nagyok csinálják, mi ezt megcsináljuk kicsibe, törpékkel, és gyakorlatilag ez a csúcsa a dolognak, amikor előadjuk. Hogy miért jó csinálni? Hát ezért. A gyerekeknek is ezért, meg hatalmas nevetésekkel zajlik a maga a próba, meg egy más környezet a gyerekek számára ez a szakkör, mert nem olyan komoly, nem az a beülök a padba, ott ülök, hallgatok, aztán utána kimegyek a következő órára, hanem itt beszélhetnek, játszhatnak és hülyéskedhetnek is, mert ugye erről szól a szerepükhöz méltóan, tehát bohóckodhatnak, játszhatnak a gyerekek. Figyelem! Most egy nagyon fontos felhívás következik. Mindenki figyel? Akkor kezdem. Mumusok szerte a világban. Segítsetek! Segítsetek! Ma van szeretett hazánknak, Mumusországnak az utolsó napja. Ugyanis ma éjfélkor a zsák az M betűhöz ér az ABC-ben. Vagyis elkezd minden M-mel kezdődő dolgot felfalni. Ez azt jelenti, hogy most mi következünk. M betűs mumusok és szereted hírbe-gurva hazánk, Mumusország. Már csak egy valaki segíthet rajtunk, és ez Bölcs királyunk. Teljesen mindegy hányadik szvetizál, aki fontos küldetése során emberországban rekedt. Aki látja, adja át neki a következő üzenetet. Végre valahára átjáró nyílt Mumusországba, amelyen keresztül hazatérhet. Az átjáró egy levelekkel díszített húzatú paplan alatt nyílik, amely egy Nina nevű kislány tulajdona. Kérjük ő felségét, azonnal fegye fel a kapcsolatot Linával, vagy két társunkkal, Böhömmel és Celofánnal. Ők ugyanis tegnap óta szintén emberországban tartózkodnak. Figyelem, figyelem! Svetozár királyunk áruhát visel. Ismertetője, piros kertésznadrág, sárga szalmak alap. Megjegyeztétek? Piros kertésznadrág, sárga szalmak alap. Mumusok szerte a világban! Hallottátok? Ugye, hogy nem álmodtam az egészet? Ez igazán furcsa. Azt mondod, hogy ha a mumusokat felfalja egy zsák, abból tényleg meg baj lesz? Gondolj csak el, mennyi rossz történt eddig is nélkül. Leégett a hűtőszekrény, elromlott a redőny. Nekem meg elromlott a redőny. A múlt hetig egyesek. Ó, és jövő héten három bögát is írok. Hogy kapom meg így az egy soroskorit a jó bizonyítványért? De Dani, nem gondolod, hogy nekünk segíteni kéne a mumusoknak? Persze, de hogyan? Szerintem... Állj! Mik is voltak a tévében? Mi a király ismertető jele? Piros kertésznadrág, sárga szalmak alatt. Piros. Kertésznadrág, sárga szalmak alatt. Jaj, Lina! Mi az? Valami nagy baj csináltunk. Micsodát? Mi az ilyen Mumusország királyát ejtettük fogjuk. Ez komoly? Igen, a leírás szóról szóra egyezik. Akkor mire váltok? Gyorsan a padlásra! Nem lehet igaz! Micsoda? Valaki kulcsra zárta az ajtót. Lina, Dani, Marci, hol vagytok? Kezdődik a takarítás.
Semmi esetre sem. Akkor hogyan jutunk fel a padlásra? Ki kell esni, hova tették a kulcsot? Gyerekek, szörnyű gyanútám. Lehet, hogy felfedezték a mumusunkat. Jaj, ne! Különben miért száll meg a padlás? Itt jön apu, mindjárt kiderítem. Apu, figyelj! Igen? És van egy, amit ide hoztunk, Dani van, hogy milyen mumusok külseje. Dani azt mondja, ilyen gyöltükeik van és harcadunk, meg a kipikeik és nyitvadunk. Istenért, ki nem mondjátok ezt a szót, mumus! Gyertek, anyátok meghallja, kitekeri a nyakamat. Tudjátok, micsoda fejmosást kaptam ezért az egyetlen ostoba mondatért? De gyöld vagy kétműfejes? Honnan tudnám, amikor még sosem láttam? De mégis, de hogyan képzeled? Én? Sehogy. Tudjátok, nekem nagyon szegényes a fantáziám. De amikor szegény jó nagymamám mesélt róla... Te beszélgetsz, ahelyett, hogy az ablakokat pucolnád. Igen, de nem drágám az asszony, csak egy pillanatra a gyerekekkel. Nekik is megvan a maguk dolga, fiam. Igen. Én is éppen most fújtam le az ablakokat tisztítósprével. Akkor mire válsz? Rászárad? Igaz is, spré. Itt az ideje, hogy a molylepkéket egyszer és mindenkorra kiütsük a lakásból. Ilyenkor mindenki kedvet kap, aztán utána a kedv úgy szeptemberre egy kicsit vissza is szokott esni, főleg amikor meglátják, hogy jaj, tényleg tanulni kell, fú, és mennyit, és jaj, Istenem, és hogy fogom megcsinálni. Na mindegy, szóval, de azért marad, mindig sokan indulunk, és marad egy nagyon lelkes kis mag, akivel végig tudjuk csinálni az előadást. A mai napot Mumusország zöldbetűs nemzeti ünnepévé nyilvánítjuk. Éjjel! A dicső ünnepre készülve az ország lakói minden évben töltsenek meg egy zsákot a legfinomabb nyalánságokkal, és gyűjjenek össze itt, ehelyen pontosan éjfélkor. És amikor az óra 12-től minden mumus üdítse ki a zsákját, és vegye kezdetét egy 7-7 országra szóló lakomat. Erre az ünnepre pedig örökös jogon meghívom Linát, Dani és Marci, akiknek ezennel a mumusok megmentője és legjobb barátja címet adom a nyugon. Igen! Mumusországba mentünk a paplan alatt. Ne féljetek, jövünk hamar. Csúk, Lina. Ez neked magyarázat? Járva szót sem értek az egészből. Elvin, csak nem erre az ülőtelre járnak észreállítént a mi gyerekeink. Hozzád ne nyúljam, mert sikítom. Micsoda alakok. Elvin, most az egyszer négy férfés teremcsit rendel. Meg kell találnom a gyerekeimet ebben a kertőben. Halló, kérem! Nini, kik azok? Anyu! Apu! Kicsikém, úristen, nem esett semmi bajotok! Dehogy is! Mik ezek a szúros alkok? Kapaszkodj meg, apukám, mumusok! Mit? Mumusok! Elvin, azonnal menjünk ki! Nem kell tudunk félni a lényeg sem állni. Te dombe? Az a két tévészerelő, aki nálunk jár? Jaj, apukám, ők igazából nem szerelő. A nevük Böhöm és Celofán. Csak azért jöttek, hogy segítsenek nekünk megkeresni a padláskulcsot. Mert tévedésből a padlásunkon elkaptunk Mumusország királyát. Miközben az országát egy zsák szépen lassan felfalta. Elég ebből egy álva szót sem értek. Nem bajuljuk el, majd később megmagyarázzuk. Mi csak, kik ezek a jövevények Mumusország környén? Ők a mi szüleink felség. Vagyú? Nagyon beszél. Már is felterjesztem őket a csalmalevelekkel ékesített szülői érdemre első fokozatára, amiért ilyen segítőkész, nagyszerű és bátor gyermekeket neveltek. Gratulálok!
Köszönjük, igazából nem is, de azért... Mi az, hogy nem? Igenis, ez a mi nevelésünk. Örülök, hogy valaki észrevett. Hát köszönjük magának, kedvenc. Szegény jó nagymamám megélhette volna.